Kiszelák Lenke Bosnyák Viktória Tündérboszorkány című könyvéből mondott el egy részletet, bár tündérek és boszorkányok nem voltak benne. Kiszelák Lenke Bosnyák Viktória Tündérboszorkány című könyvéből mondott el egy részletet, bár tündérek és boszorkányok nem voltak benne. Bosnyák Viktória Tündérboszorkány című könyvéből mondtam el egy részletet. Na, akkor mesélj csak nekem erről. Tündérek, boszorkányok, ez nagyon jól hangzik. Miről szól ez a mese? Igazából a részletben nem nagyon volt szó se tündérekről, se boszorkányokról. Ez csak egy ötletes cím. Igazából egy testnevelés órát mesél el ez a részlet. A 4. D-osztályosoknak a testnevelés óráját, amikor a testnevelés tanáruk eléggé megerőlteti őket, és aztán egy kicsit mérges lesz rájuk a végén, mert ugye azt mondta, hogy ne ragadjanak le sehol, de végül a cukrászda előtt mindenki leragadt, mivel a cukrászmester adott nekik inni, enni, és hát eléggé berágott rájuk a tornatanár. Igazából azonosult a szereplőkkel, mert neki sem a kedvence a testnevelés óra. Én eléggé örülnék neki, mert a tornaórák nálunk is azért nem olyan könnyűek, de szerintem a mi tornatanárunk azért nem lenne olyan mérges, mert ugye ez sem az osztály szerette volna, hanem a cukrászmesterek találták ki az ötletet, de nekem igazából tetszene. Akkor ezek szerint inkább a magyar a kedvenced, mint a testnevelés. Igen, én nem nagyon szerettem a testnevelést, és most sem nagyon szeretem. Hát igazából nem rossz tantárgy, de én nem tudnám úgy a kedvencemnek kiemelni. A kedvence a magyar, így nem véletlen, hogy arany minősítéssel jutalmazták mesemondását is. Bár alsóban a bakancs listáján az szerepelt, hogy 3 arany minősítés nyer versenyeken, ebből csak 2 sikerült, de így is boldog. Arany minősítés nyertem. Ugye nekem rajta van a bakancs listámon, hogy nyerjek 3 arany minősítést, csak ez sajnos nem teljesült alsóban, mivel ez még csak a 2. arany minősítésem volt, de azért így is eléggé büszke vagyok magamra. Nagyon határozott tervei vannak, amelyek eléréséért sokat tanult. Sok mindent el szeretnék érni az életben, lehet, hogy sikerülni fog, lehet, hogy nem, de azért én hiszek magamban, és hiszek abban is, hogy meg fognak történni. Igazából a matematikát nem nagyon szereti. Próbálja keresni az arany középutat a matematikából és a testnevelésből is, kisebb-nagyobb sikerrel. Az olvasást szeretem, és a nyelvtant is. A magyar nyelv engem nagyon megfogott, voltam már nyelvtan versenyen is. Ott is igazából nagyon jól teljesítettem, 3. helyezett lettem. Igazából én a matematikát nem nagyon szeretem, mivel én... Hát nekem a matematika sosem ment olyan jól, de azért azt sem tudnám mondani, hogy a matematika nagyon rossz. Tehát akkor próbálod keresni az arany középutat a matematikával és a testneveléssel. Igen, próbálom mindig. Hát nem nagyon sikerül, de igazából egyiket se tudnám tényleg új rossz tantárgynak mondani. De azt gondolom, hogy akkor még van fejlődőd ezekből a tárgyakból, a többiből hogy állsz? Igazából mindig is jó teljesítményeim voltak. 5-öseim vannak, van azért néhol egy kis 4-es, de igazából a többi tantárgy eléggé jól megy. Zeneiskolában nem jár, de otthon énekel és táncol, mert kicsit szégyellős.